Ezután meg fogjuk nézni azt, hogy milyen más egyéb könyvekről olvashatunk. Amennyire én találtam erre, erre bármiféle utalást is, az ebben a részben benne lesz, milyen más könyvekről olvashatunk még az írásban, amiket teremtője hua magánál tart, illetve amelyeket vezet. Az első vers, második Mózes 32, amikor is arról van szó, hogy Mósé, Mózes felment a hegyre, hogy megszerezze a parancsolatokat. Eközben a nép lent maradt Áron vezérletével, és a következők történtek. Első vers. Mikor látta a nép, hogy Mózes késik a hegyről leszállani, egybegyűle a nép Áron ellen, és mondá neki, kelj fel, csinálj nékünk isteneket, hatalmasságot, kik előttünk járjanak mert nem tudjuk, mint lőn dolga a ma férfiúnak, Mosének, Mózesnek, aki minket Egyiptom földéből kihozott. És mondanék ki Káron, szedjétek le az aranyfüggőket, melyek feleségeitek, fiaitok, lányaitok, füleim vannak, és hozzátok én hozzám. Ugye a nép egyből visszafordult ahhoz az úthoz, amihez hozzászokott az évszázadok során Egyiptomban, és azonnal a bávány hatalmaságokat kérte Árontól, hogy csinálja meg, hiszen ők abban hittek. Leszedé azért, mind az egész nép az aranyfüggőket füleiről és elvévék Áronhoz, és készít abból elő, és elvevék kezökből, és alakítá azt vésővel, és csinál abból öntött borjúz, és szóltak, ezek a te istenéd Izrael, akik kihoztak téged Egyiptom földéről, és megcsinálta a két aranyborjút, ezt ismeri mindenki ezt a történetet így folytatódik a hetes versben szóla, pedig Jehova Mózesnek eredmény alá, mert megromlott a te néped, melyet kihoztál Egyiptom földéről. Ugye észrevettél természetesen, hogy mi történik lent, és elküldte Mózest. Tízes vers, azért hagy békét nékem ez Jehova, hadd gerjedjen fel haragom ellenök, és törüljem el őket, téged azonban nagy népé teszlek. Mózes természetesen próbálja megvédeni a népet. Emlékezzél meg Ábrahámról, Izsákról és Izraelről, Jakobról, a te szolgáidról, kiknek megesküdtél, te magadra mondván nékik, megsokosítom a ti magotokat, mint az égnek csillagait, és azt az egész földet, merről szóltam, a ti magatoknak adom hogy bírják azt örökké. Mózes leír a táborba, 20-as vers, aztán fogábor jut, melyet csináltak vala, tűzben megégetés, apróra töré, míg nem porrá lett, és vízbe hintvén itatá azt Izrael fiaival. Ugye a port összetöri az aranyat, a port beleteszi vízbe, és azt megitatja a néppel. Ez egy szertartás, ez a későbbiekben négy mózesban, mit bár ötös fejezetben olvashatunk erről. Azonban ezek után 14-es vers, a férjet mégis hatalmába kerítheti a féltékenység és gyanakvász szelleme, ugyanúgy, ahogy ugye a mindenhatót hatalmába kerítette, hiszen az ő népe az a, menyasszony mennyasszony úgymond más hatalmaságok után járt gyakorlatilag házasságtörést követett el. Ugyanígy a férjet mégis hatalmába kerítheti a féltékenység és a gyanakvász szelleme, és azzal gyanúsíthatja a feleségét, hogy házasságtörést követett el. 15. Ilyen esetben a férj vigye feleségét a paphoz a pap állítsa az asszonyt az örökkévaló a hua jelenlétébe, vegyen egy kevés szent vizet egy cserépedénybe, majd szórjon bele a szentély földjéről egy kevés port. Állítsa az asszonyt, hogy a hua jelenlétébe bontsa ki az asszony haját, és adja a kezébe a házastársi hűtlenség gyanúja miatti lisztáldozatot, cserépedényt azonban, amelyben a keserű átokozó víz van a pap tartsa kezében ezután a pap meg az asszonyt, és mondja neki, ha nem lettél hűtlen a férjedhez, ha nem háltál más férfival, tisztátalanná téve magadat, akkor ne ártson neked ez az átokozó víz. De ha hűtlenné lettél a férjedhez, és a férjeden kívül más férfival háltál, és így tisztátalanná tetted magadat, akkor ártson neked ez az átokozó víz, amikor megiszott, akkor a huha tegyen téged átkozottán népet között azáltal, hogy nem tudsz többé gyermeket szülni, akkor hatoljon ez a víz be a belső részeibe, és ne tudjál többé gyermeket szülni. Az asszony fel, pedig, felejje rá, amén, amén. Ha esetleg más is érdekesnek találja, hogy ugyanez a helyzet, ugye itt is a port a vízbe tette, és megitatta velük. Ezután ugye mondta Mózes a következőket. Ezt mondja, hogy a Hua Izrael hatalmaság. Kössön mindenitek kardot az oldalára, menjetek által és vissza a táboron egyik kaputól a másik kapuig, és kikőjé meg az ő atya, fiát, barátját, rokonságát, és a Lévi fiai pedig Mosé beszéde szerint cselekedének, és elhull azon a napon a négy népből, mint egy ezer férfiú. Ez volt a következménye annak, amit csináltak. Ezután pedig Mózes visszatér Jahuához, és így szól. Kérlek, ez a nép nagy bűnt követett el, mert aranyból csinált magára hatalmasságokat. De most bocsáss meg bűnöket, ha pedig nem, törölj ki engem a te könyvedből, amelyet írtál. Ezek szerint ebben a könyvben, amelyet Hua írt, nem csak bekerülni lehet, hanem kikerülni is, meg fogjuk nézni a későbbiekben, hogy melyik könyvből is lehet szó. És mondta, a Mosének Mózesnek, aki vétkezett ellenem, azt törlöm ki az én könyvemből. Úgyhogy érdemes mindenkinek szem előtt tartani azt, és észben tartani azt, hogy aki vétkezik a ellen, azt fogja kitörölni a könyvéből. Ahogyan ezt a későbbiekben is megmondta. Ez pedig Ezekiel 18-as fejezet 20-as verstől Ismétli meg, amely lélek védkezik, annak kell meghalni. A fiú ne viselje az apa vétkét, se az apa ne viselje a fiú védkét. Hogy igaz, az igazon legyen az ő igazsága, és a gonoszon az ő gonossága. És ha a gonosz megtér minden védkéből, melyeket cselekedet és megtartja minden parancsolatimat, és a törvény szerint igazságot cselekszik élvén, éljen és meg ne hallja. Semmi gonosságáról, melyet cselekedett, emlékezés nem leszen, az ő igazságáért, melyek cselekedett élni fog. Ez ugyanígy volt, a canákban a megváltó előtti időszakban, mint ahogy a megváltó utáni időszakban is így van. Ahol van bűn, ott van. ott van megbocsátás, és ahol van parancsolat, ott van bűn. Úgyhogy mindaddig, amíg lesznek eh, emberek a földön, addig lesz parancsolat is. Sőt, utána is. És bűn is. Tehát. Semmi sem változott, egész egyszerűen mostantól, illetve a megváltó óta az állatáldozatokat elfoglalta a megváltó áldozata, illetve nem a kőtáblára vannak írva a parancsolatok, hanem azoknak, akik megértik és akik a szerint élnek, azoknak a szívébe, akik nem a szerint élnek. Azok teljesen mindegy, hogy hogy mondják, hogy az ő szívükben van, ha a szívükben lenne, úgy élnének, ha nem úgy élnek, akkor nincsen ott. Ez pedig Zsoltárok Tehelém 69-es fejezet, ahol is így szól, illetve így ír, Dávid, Daud. 19-es vers. Légy közel az én lelkemhez és váltsd meg azt! Az én ellenségeimért szabadíts meg engem, ugye az ellenségeitől akar megszabadulni lejjebb fogunk ugrani néhány versszakot. Azt kéri, hogy büntesse meg azokat, és szabadítsa meg őt. Így szól a 28-as versben. Szedd össze álnokságaikat, és a te igazságodra ne jussanak el. Töröltessenek ki az élők könyvéből, és az igazak közé ne irattassanak. Tehát a teremtőnek van egy könyve, amelyben az élők neve van, illetve mindenki neve van, azonban abból ki lehet kerülni ugyanúgy, ahogy abba be lehet kerülni. Az, aki azt gondolja, hogy elmondja a mi úrunk imádságot, és onnantól kezdve ő jól van, az nem biztos, hogy pontosan megértette azt, amiről itt szó van. 29-es vers, még egyet töröltessenek ki az élő könyvéből, és az igazak közé ne irattassanak. Mindazok, akik álnokságot cselekednek, az álnokság nem más, mint a törvénytelen életmód, a tra, az instrukciók figyelmen kívül hagyása. De nem kell nekem elhinni ezt Zsoltárok 119, 150-es vers közelgetnek hozzám, az én gonosz háborgatóim, kik a gonosz háborgatók, akik a te törvényedtől messze távoztak. Ezek azok, akikről itt beszél, az állok, emberek azok, akik a törvénytől messze távoztak, azok töröltessenek ki az élőkönyvében és az igazak közé ne irattassanak, hiszen az igazság mindenható szava. Zsoltárok 33 négyes vers, mert ja, hu, a szava igaz, minden cselekedet hűséges szereti, az igazságot és törvényt, ja, hu, a hua kegyelmével telve a föld, ja, hu, a szava az igazság, és az igazság a törvény. Nézzük, mit ír Dániel ugyanerről a dologról, 12-es versben így szól, 12-es fejezetben, az első versben, és abban az időben felkém Mihály, Ugye ez a vég időről szól az utolsó időkről, hiszen az abban az időben az erre uta a nagy fejedelem, aki a te néped fiaért áll, mert nyomorúságos idő lesz, amilyen nem volt attól fogva, hogy nép kezdett lenni, mint ez ideig. Tehát ez a végidőkről szól, az, arról a káoszról, amit mi látunk a szemünk előtt kibontakozni. És abban az időben megszabadul a te néped, aki csak beírva találtatik a könyvben, azok szabadulnak meg, akik a könyvben találtatnak, azok vannak a könyvben, akik az igazak, amit az kiderült a 69-es Zsoltárból, azok az igazak, akik pedig a törvény szerint élnek. Aki be akar kerülni ebbe a könyvbe, az életkönyvébe, annak meg kell tanulnia a törvényeket, az instrukciókat, és az szerint élni és sokan azok közül, akik alusznak a földporában, ezek ugye a halottak, felserkennek ez a feltámadásra utal némelyek örök életre, némelyek pedig gyalázatra, és örökkévaló utálatosságra. Az élet könyve alapján dől hogy ki hova kerül. Az értelmesek pedig fénylenek, mint az égnek fényessége. És akik sokakat az igazságra visznek, miként a csillagok örökkön örökké. Ugye ebben a versben, illetve ebben a látomásban Dániel három malakima, ma angyal, a társalog, és az egyik, aki a víz fölött áll, a gyolcsba öltözött férfiú, ő így szól hozzá, megtisztulnak, megfehérednek, és megpróbáltatnak sokan. Az igaztalanok pedig igaztalanul cselekesznek, és az igaztalanok közül senki sem érti, de az értelmesek értik. Nem csak azt, ami ebben a könyvben van, Dániel könyvében, hanem ami az egész könyvben, könyvben, van. Azok azok, akik értik, akik keresik az igazságot, és akik hajlandók a megértett igazságot beépíteni az életükbe, és az szerint az instrukciók szerint élni. A filippiekhez írt levelében így ír Saul Pál a négyes fejezetben. Hármas vers. Igen, kérlek téged is, igaz szolgatársam, légy segítségül ezeknek, mint akik a jó hír dolgában, evangélium dolgában együtt viaskodtak velem, Kelemennel is, és a ma többi munkatársaimmal, akiknek neveik fölírvák az életnek könyvében. Örüljetek, hogy a huában mindenkor, ismét mondom, örüljetek. Nyolcas vers, továbbá atyám félj, amik csak igazak, amik csak tisztességesek, amik csak igazságosak, amik csak tiszták, amik csak kedvesek, amik csak jó hírűek. Ha van valami erény, és ha van valami dicséret, ezekről gondolkodjatok. Azonban ne csak gondolkodjatok, hanem 9 vers, amiket tanultatok, el is fogadtatok, hallottatok is, láttatok is én tőlem, azokat cselekedjétek, és a békességnek hatalmassága veletek lesz. Ha a megváltó felszólít arra, hogy az ő parancsolatait kövessük, és azok a teremtőtől vannak, és erre tanítja az apostolokat, nyilván ezt adta tovább Saulnak, Pálnak is, és ő ezt adja tovább a tanítványainak, akkor egészen egyértelmű, hogy ez a lánc folyamatos Egészen a kezdet kezdetétől fogva. Teremtő meghatározza a parancsolatokat, és azokat emberek tanítják meg a többieknek, az embertársaknak. Ugyanazok a parancsolatok vonulnak vég az egész könyvben, és az egész történelmen keresztül. Nem változik, nem törlődik el, és nem töltődik be. Ezért mondja, hogy amiket tanultatok, fogadtatok, hallottatok, láttatok én tőlem, azokat cselekedjétek, úgy éljetek, és akkor kerül be a nevetek az életnek könyvébe. János Jehokanon 10-es fejezet: Senki sem veszi azt el én tőlem, hanem én teszem le azt, én magamtól. Van hatalmam letenni azt is, van hatalmam ismét felvenni ezt a parancsolatot vettem az Atyámtól, tehát a megváltó az Atyától kapta a parancsolatot, aki pedig nem változik, Malakiás 3 -6. János Jehukonon 15-ös fejezet. Ha az én parancsolataimat megtartjátok, megmaradtok az én szeretetemben, amiképpen én megtartottam az én atyámnak parancsolat, és megmaradok az ő szeretetében. Úgyhogy egy és ugyanaz a parancsolat az atyától a fiúhoz, a fiútól a tanítványokhoz, a tanítványoktól az emberekhez. És ez nem változik. Egy János, kettő, atyám fiai, nem új parancsolatot írok nektek, hanem régi parancsolatot, mely előttetek volt kezdetektől fogva. A régi parancsolat az ige, amelyet hallottatok kezdetektől fogva, az ige pedig a mindenható szava. Zsok. jelenések könyve Higelő hármas fejezetben így szól a megváltó. Vigyázz és erősítsd meg a többieket, akik halófélben vannak. Mert nem találtam a te cselekedeteidet Elohim előtt teljeseknek. Megemlékezzél azért, hogyan vetted és hallottad. És tartsd meg, és térj meg, hogyha tehát nem vigyázol, elmegyek hozzád, mint a tolvaj, és nem tudod, mely órában megyek hozzád. Emlékezzél meg arról, hogyan vetted és hallottad, amikor ő itt élt, hogyan élt, mit csinált, mit mondott. És tartsd meg, és térj meg, tartsd meg, élj úgy. Cselekedj úgy, és bánd meg bűneidet. Nem csak gondolkodj úgy, vagy beszélj úgy, hanem tartsd meg, vagy élj úgy. Ugye erre figyelmeztet Saul az első Thesszalonikai levél 5. fejezetében, második vers, mert igen jól tudjátok magatok, hogy a huának napja úgy jöj el, mint tolvaj. éjjel. Tehát, akik megtartják, és megtérnek, akik a parancsolatok szerint élnek, és akiknek megvan a megváltóba vetett hit. Ez a két dolog az, ami ahhoz kell, hogy az ember úgy éljen, ahogyan az elfogadhatóan mindenhatónak, és az ő cselekedetei olyanok legyenek. Négyes, de van sárisban egy kevés neved azoké, akik nem fertőztették meg ruháikat, és fehérben fognak velem járni, mert méltók arra. Van egy kevés ember, aki a parancsolatok szerint él, akkor az vajon, aki mindenféle dolgot eszik, az a kérdés vajon az belefére ebbe. Hogyha egyszer megmondta, hogy nem lehet mindent tenni, vajon, vajon az emberek azt gondolják, hogy bármit lehet csinálni, és ennek ellenére ő majd azt mondja rájuk, hogy ők fehérben járnak. Azonban az ötös vers az, ami fontos, aki győz, az fehér ruhákba öltözik, és nem törlöm ki annak nevét az élet könyvéből, és vallást teszek annak nevéről az én atyám előtt és az ő angyalai előtt. Aki megtér, aki megtartja, akinek megvan a hite, aki úgy cselekszik, és úgy él, annak nevét nem tördi ki az életnek a könyvéből. És a jól ismert jelenések könyve 13-as fejezet, amikor is a, fő, a, tengerből fel, feljő a fenevad. És a 3-as versben így ír, és láttam, hogy egy az ő fejé közül, mint egy halálos sebben megsebesítetett, de az ő halálos sebe meggyógyítatik, és csodálván az egész föld követi a fenevadat. És imádák a sárkányt, azaz őt szolgálják, ahogyan a teremtőt kellett volna, amit ma a föld csinál, szolgálja a világot, elhiszi a hazugságait, és részt vesz a, abban az életmódban, amit a világ hirdet. Így imádja az ember a fenevadat, és ezáltal a sárkányt, hiszen a gonosz az, aki hatalmat adja a világnak. Aki hatalmat ad a fenevadnak, ugye erről van szó. És imádák a fenevadat, mondván kicsoda hasonló a fenevadhoz, kicsoda viaskodhatik vele. Következő pedig természetesen Elohim ellen való káromlásra nyitja a száját, hogy szidalmazza az ő nevét, sátorát, azokat, akik a mennyekben laknak. 8. vers. Annak okáért imádják őt a földnek minden lakosai, kicsodák, akiknek neve nincs beírva az életnek könyvében, amely a bárányi, aki megöletett a világ alapítása óta. Mindazok, akik a világ útján járnak, azok Fenevadot szolgálják, ami a világi birodalom, és aki a sárkánytól, az örlöktől, az ellenségtől kapja az erejét és a hatalmát, tehát közvetve őt szolgálják. Ezért nincs a nevük beírva az életek könyvébe, mert úgy élnek az emberek, úgy cselekednek. Jelenések 17-es fejezet, így szól az angyal jövel, és megmutatom néked a nagy paráznának károsztatását, aki a sok vizen ül, a sok víz, a sok nép, a nagy parázna pedig az egyház erről volt szó korábbi videókban. Akivel paráználkodtak a föld királyai, és az ő paráznaságának borával megrészekedtek a föld lakosai a paráznákodás, az egy spirituális értelemben vett paráznaság, Ugye azokat a tanításokat követik a föld királyai, és ezáltal a föld lakosai, amiket a nagy parázna, hirdet a nagy parázna pedig nem más, mint a világvallás, a keresztény katolikus vallás, különösképpen a katolikus egyház, ami elterjesztette az összes többit a világon, az összes keresztény irányzatot, és a, az iszlámot is. Ezt hasonlítja egy nagy paráznához, hiszen az ő menyasszonyát azokat, akik követik az ő parancsolatait, és megvan nekik a hite, azokat hasonlítja ugye a mennyasszony, a parázna pedig nyilván az ellenkező e, fajta életmód. És a parázna leírás az ötös versben, és az ő homlokára egy névvel írva titok a nagy Babilon paráznáknak és a föld utálatosságainak anyja. És látám, hogy ez az asszony részeg vala a szentek vérétől, ugye mindazokat Akiket a történelem során és a jövőben el fog pusztítani. É, ők azok a szentek, akiknek a vérétől részeg, és a bizonyságtevőinek bizonyság tevőinek vérétől, és nagy csodálkozással csodálkozom, amikor látám őt. Nézzük meg, hogy mit is jelent. Ez a szó titok. Ez a szó titok nem más, mint a görög szó. Strong's G, 3466, Musterian. Musterian, ami azt jelenti, hogy egy rejtett dolog, elsősorban, titok, rejté, az egyik értelme általában rejtélyek, vallási titkok, amelyek csak azok számára érthetőek, akik beavatottak, és nem közönséges halandók számára. Ez az első találat azon belül, hogy titok rejté, rejtett dolog. Egy olyan vallási titok, ami csak a beavatottak számára és nem a halandók számára érthető. Utána a következők természetesen a rejtett titkos dolog, ami nem nyilvánvaló és megérthető, rejtett ok, rejtett tanács, titokzatos vagy titkos akarat, és a többi, és a többi. Azonban én erre fókuszálnék mindenki helyében. Egy olyan vallási titok, amit csak a beavatottak ismer. Ez a szó mysterion, ugye arról lehet még itt információt találni, hogy ez az, abból a szóba származik, ami azt jelenti, hogy a becsukni a szája. Következő titok, vagy rejté, ami azért Titok vagy rejté, mert vallási rítusokkal és beavatási szertartásokon keresztül ezt az emberek, akik beavatottak, ezt megfogadják. Tehát egy olyan titok, amely vallási, illetve beavatási szertartásokon keresztül jön létre így új értelmet nyer mindenki számára a titkos társaság, gondolom, hiszen ez a titok, ezt jelenti azok, akik uralják és irányítják a világot, az ellenség vezetésével, azok azok, akik titokként tartják ezt a, az igazságot, ami pedig az, hogy a nagy Babilon, a babiloniai eh, pogány, Napvallások azok, amik a mai világvallásokon keresztül élnek, és ennek az adja maga a babilóniai vallás. A Vatikán az ennek csak az egyik jelenkori képviselője a katolikus egyháza. Ugyanúgy, ahogy az összes keresztény, az összes távol-keleti misztikus vallás, akár az iszlám, de az egész spirituális mozgalom mind-mind ennek a leszármazottja. Ezért mondja azt, hogy a paráznáknak és a föld utálatosságainak anyja, hiszen a paráznák mindazok, akik elfordulnak a mindenható útjától. Hiszen az ő menyasszonya azok, az a maroknyi ember, aki még mindig az ő utasítása szerint él, az ő menyasszonya, az úgynevezett eklézia a kiválasztotta. És utána pedig a nyolcas versben elmondja ez az angyal a malák a titkot, ennek az asszonynak a titkát, a parázna titkát, a nyolcas, a fenevad, melyet láttál, volt és nincs, és a mélységből jön fel, és megy veszedelemre. A föld lakosai csodálkozának, akiknek neve nincs beírva az élet könyvébe, e világ alapítása útván, látván a fenevadat, amely vala, és nincs, noha van. A paráznával ellentétben a menyasszony azonban jelenések 21-es fejezetében van leírva. És én, a János, látám a Szentvárost, az új Jeruzsálemet amely Elohim száll alá a mennyből elkészítve, mint egy férje számára felékesített menyasszony. Tehát az új Jeruzsálem maga a menyasszony, és azok, akik a mindenható parancsolatát követik, azok, azok, akik ezt be fogják lakni. Honnan lehet tudni? Máté 25-ös fejezet, amikor is a, a leírja azt, hogy hasonlatosan mennyeknek országa a ma 10 szűzöz, akik elővevén az ő lámpásaikat kimenének a vőlegény elé. Ugye 5 eszes, 5 bolond. Akik bolondok, mikor a lámpásaikat elővevék, nem vivének magukkal olajat, eszesek pedig lámpásaikkal együtt olajat vivének az ő edényeikben. Késvény pedig a vőlegény mindannyian elszunnyadának és aluvának. Évfélkor pedig kiáltás lőn, imhol jő a vőlegény. Jöjjetek elébe, akkor felkelének mindazok a szüzek, és elkészíték az ő lámpásaikat. A bolondok pedig mondának az eszeseknek, adjatok nékünk a ti olajotokból, mert a mi lámpásaink kialusznak eszesek pedig felelének, mondván, ne talán nem lenne elegendő nékünk, és néktek, menjetek inkább az árusokhoz, és vegyetek magatoknak. Mikor pedig venni járnak vala, megérkezik a vőlegény, és aki készen valának bemennének vele a mennyegzőbe, ők lesznek a mennyasszonyok, és bezáraték az ajtó. Később pedig a többi szüzek is megjövének, mondván, Adonai, Adonai, nyisd meg nékünk. Ő pedig felevé mondna, bizony mondom néktek, nem ismerlek titeket. Vigyázzatok azért, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok, amelyen az embernek fia eljö. Úgyhogy mindazok, akik az úton járnak, azok a mennyasszonyok. Úgyhogy érdemes úgy gondolkoznunk, hogy mi is a vőlegény mennyasszonyai tudjunk lenni, amikor eljö. Szóval mi is ez a lámpás, és mi is ez az olaj, 119-es Zsoltár megmondja nekünk, az én lábamnak szövétnek a lámpása, a te igéd, ösvényemnek világossága. Akinek ez nem elég, példabeszédek hatos, mert szövétnek lámpás a parancsolat és a tudomány, világosság és életnek útat tanító feddések. A szövétnek a lámpás az maga a parancsolat és az ige tudása, mindenható szavának tudása pedig a világosság. És ez az életnek úta. Hiszen ez az, ami tanít, és feddi az ember. Érdekes módon a következő versben, azért, hogy a gonosz asszonytól, a nagy paráznától, akiről szó van a későbbiekben, akinek titok nagy Babilon a paráznák anyja, a föld utálatosságainak anyja. Hogy a nagy, a gonosz asszonytól téged megőrizzenek az idegen asszony nyelvének hízelkedésétől, hiszen erre való a parancsolatok, erre való a mindenható szava, hogy tudjuk, hogy mi az igazság, ki az, aki az igazságot mondja, és ki az, aki nem. Azonban akiknek neve nincs beírva az életnek könyvébe, azok nem fogják ezt tudni, hiszen nem keresik, nem akarnak ezen járni, és visszautasítják ezt. Úgyhogy ez a menyasszony, ugye, jelenések 21-es fejezetben van leírva, és én, a Hukanon János látám a Szentvárost, az Új Jeruzsálemet, mely az Elohim száll alá menyből elkészítve, mint egy férje számára felékesített menyasszony ez a város, ezek a szüzek pedig azok, akik követik a mindenható parancsolatát, és az szerint élnek és megvan a megváltó bizonyság tétele. Ezek azok, akik Ebben fognak élni. Azonban van egy embercsoport, a gyávák, pedig a hitetlenek, utálatosak, gyilkosok, paráznák, bűbályosok, báványimádok, és minden hazugok, akiknek része a tűzzel, kénkövel égő tóban lesz, ami a második halál. Azok nem fognak oda bekerülni, ők a bolond szüzek. Tízes vers, ugye megmutatja a várost, a látomásban, és elvive engem lélekben egy nagy és magas hegyre, és megmutatá nékem azt a nagyvárost, a Szent Jeruzsálemet, mely Elohimtől szállott alá a mennyből. Ebben benne van Elohim dicsősége, és annak világossága hasonló vala a legdrágább kőhöz, úgy, mint kristályt és tiszta jáspis kőhöz. Ez a, a, a mindenható világossága az, ami beragyogja ezt a várost. 22. vers, és templomot nem láttam abban merje. Hua a mindenható Elohim annak temploma. És a bárány két külön karakter. És a város, városnak nincs szüksége napra, sem holdra, hogy világítsanak benne, mert Elohim dicsősége megvilágosította azt. És annak szövét neke azaz lámpása, a bárány, aki a megtestesült szó, aki az, a mindenható szava a törvényei az instrukciója tara. Ő az, aki megvilágítja. Ez az, ami világosságot hoz a világba. És a pogányok, akik megtartatnak, annak világosságában járnak, úgy élnek. Ezért járnak úgy. És a föld királya az ő dicsőséget, tisztességet abba viszik. 27-es, és nem megy abba semmi tisztátalan, ami azt eszik, ami azt érinti, ami úgy él, úgy viselkedik, sem aki utálatosságot, vagy gyűlöletes dolgot, hazugságot cselekszik, hanem csak az, akik beírattak az életkönyvébe, mely a bárányé, a bárány pedig a szövétnek, a szövétnek pedig a mindenható igéje, szava. És az pedig nem más, mint a parancsolat és az írás. Akik úgy cselekednek, azok beíratnak az élet könyvébe, és azok bejutnak a királyságba, akik nem, azok pedig természetesen nem. Jelenések könyve 22-es fejezet, az utolsó fejezet a 66 kanonizált könyvben, az írásban, az úgynevezett Bibliában. Bizonyságot teszek pedig mindenkinek, 18-as vers. Aki e könyv profitálásának beszédeit hallja, ha valaki ezekhez hozzátesz, e könyvön megír csapásokat veti Elohim arra, és ha valaki elvesz e profétálás könyvéből, ennek beszédeiből, Elohim annak részét eltörli az életkönyvéből, és a Szentvárosból, és azokból, amik e könyvben megírat. Különösen azok számára lehet ez érdekes, akik, akik azt mondják, hogy betöltötte a parancsolatok, ez vagy az nem vonatkozik ránk, ezt vagy azt eltörölte, ezt vagy azt megváltoztatta, meggondolta magát, stb. stb. Azoknak a részét eltörli az életkönyvéből a teremtő, akik ezt híreszteli. A következő és egyben utolsó részében ennek a sorozatnak és tanulmánynak meg fogjuk nézni azt, hogy milyen egyéb könyveket lehet felfedezni illetve érdekességet ezzel kapcsolatban, addig pedig remélem, hogy ez hasznosnak találtátok, és köszönet Huának azért, hogy lehetőséget ad arra, hogy ilyen dolgokról beszélhessünk, és megismerjük, és ilyen dolgokról tanuljunk, úgyhogy mindenkinek a legjobbakat, és halleluja! Remélem hasznosnak találtátok a videót, és husáha másiák a megváltó nevében, Köszönet Jehuának azért, mert lehetővé tette számunkra azt, hogy megismerjük az igazságot, és elterjesszük azt, amennyire csak lehet még ezekben az időkben is. Mindenkinek a legjobbakat, és halleluja! Amennyiben tetszett a videó, kérlek kattintsatok a like gombra, ha hasznosnak találtátok, osszátok meg ismerőseitekkel, és bármiféle hozzászólásatok, megjegyzésetek, javaslatotok van, azt ide írhatjátok, valamint az elérhetőségeket megtaláljátok a leírás részben, ahol kapcsolatba léphettek velem, és még sok extra információt is találtok itt. Mindenkinek a legjobbakat, halleluja!